Az elmúlt napokban sok vita volt arról, hogy Magyarország kap-e pénzt az Európai Uniótól a koronavírus járvány kezelésére. A magyar miniszterelnök szerint a segítség nem az EU-tól, hanem Kínától és a Türk Tanácstól érkezik. Ezzel szemben az Európai Unió a vírus európai megjelenése után egészen gyorsan válságüzemmódba kapcsolt, és rengeteg pénzt csoportosított át, hogy utána azokat a tagállamok lehívhassák. De beszéljünk végre tisztán. Magyarország körülbelül 2100 milliárd forintnyi uniós pénzt fordíthat a járvány kezelésére és a gazdasági károk csökkentésére. Kohéziós alapból 2000 milliárd forintot költhetünk egészségügyre, a kis és a közepes vállalkozások támogatására, illetve munkaerőpiaci támogatásokra. Ebből majdnem 900 milliárd forint olyan pénz, amit az EU korábban megelőlegezett nekünk. Ezt a pénzt júniusig vissza kellett volna fizetnünk, azonban most megkapjuk, és a koronavírus elleni védekezésre tudjuk egy az egyben fordítani. És a maradék összeg pedig a korábbiakhoz hasonlóan valóban pályázatok útján hívható le. De ezt most direkt a koronavírus ellen is fel lehet használni, sokkal rugalmasabban, mint korábban. Ezt most lehet kórházakra, védekezésre és az egészségügyi személyzetre költeni, persze, ha a tagállam is így akarja. Az Európai Unió emellett 50 millió euró értékben szerez be lélegeztetőgépeket és védőmaszkokat, amelyeket aztán a leginkább segítségre szoruló tagállamok rendelkezésére bocsátanak. Ezekre az eszközökre természetesen Magyarország is igényt tarthat. És ez mindez még csak annyi, amit most tudunk, ugyanis az Unió folyamatosan újabb és újabb intézkedésekkel áll elő a tagállamok megsegítésére. A bizottság legújabb javaslata egy 100 milliárd eurós keret, amit a munkanélkülvé váló európai polgárok megsegítésére hoznának létre. Ez Magyarországon is komoly segítség lesz majd. Európa egyik alappillére a tagállamok egymással való szolidaritása. Így az Unió a tagállamok által befizetett összegből egy úgynevezett szolidaritási alapot működtet, amire a környezeti katasztrófák idején pályázhatnak a tagállamok. A múlt héten az Európai Parlamentben lehetővé tettük, hogy az EU szolidaritási alapjának hatályát kiterjesszük a koronavírus okozta problémákra is. Így Magyarország ebből az alapból a jövőben uniós pénzhez juthat. A vírus által legjobban sújtott országok akár 300 milliárd forintnyi összegű támogatást is kaphatnak. De a fideszes politikusok azt mondják, hogy azért sem kaphat Magyarország plusz pénzt, mert a kohéziós alapból Magyarországnak szánt pénzeket már lekötötték más pályázatokra. De egyrészt erre eddig semmilyen bizonyítékot nem tudtak mutatni, semmilyen számla nem érkezett be az Európai Bizottsághoz. Másrészt egy hónappal ezelőtt Perényi Zsigmond, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára arról nyilatkozott, hogy idén még 1000 milliárd forintnyi pályázatot terveznek kiírni. Ezt például lehetne a koronavírus elleni védekezésre is költeni. Pont arról döntött most a bizottság, hogy a már lekötött pénzeket is fel lehet szabadítani, hogy a legfontosabbra, a járvány elleni küzdelemre költsük ezt. Így amellett, hogy plusz forrásokhoz jut Magyarország, lehetővé válik az is, hogy a fideszes vállalkozóknak odaígért közbeszerzések helyett tényleg a koronavírus elleni védekezésre, a magyar emberek egészségére tudjunk költeni. Most már ez csak és kizárólag a kormányon múlik, hogy hajlandó-e felszabadítani ezeket a pénzeket. Egy éve az európai parlamenti kampányunkban azt mondtuk, hogy az uniós pénzeket egészségügyre, oktatásra és munkahelyteremtésre kellene költeni, az Európai Uniónak pedig sokkal jobban kellene szabályozni, hogy mire költi ezt el egy tagállam. Különben 40 centis kilátók, szökőkutak épülnek, és kormányközeli vállalkozók gazdagodnak csak. A járványhelyzet miatt közelebb kerültünk ahhoz, hogy az uniós pénzt valóban arra költsük, amire az uniós állampolgároknak, így nektek is leginkább szükségetek van. Az EU szervek egyértelműen állást foglaltak, hogy a fennmaradó forrásokat most a legfontosabbra, a járvány kezelésére és a járvány okozta gazdasági károk csökkentésére kellene költenie Magyarországnak is. És ennek a jövőre nézve is nagyon komoly tanulságai vannak. Az Európai Unió vezetői ugyanis ezekben a hónapokban tárgyalnak arról, hogy a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklusban milyen prioritások alapján osszák el az EU-s forrásokat. Az Európai Uniónak persze nincsen saját kasszája. Az a kassza van, amiben a tagállamok fizetik be a pénzt. Ha a közös kassza nagyobb lenne, akkor mi is több pénzt kapnánk. Ezért dolgozunk azon, hogy több saját forrása legyen az uniónak. Ez a válság után még sokkal fontosabb lesz, mint eddig volt. És még lényegesebb kérdés az, hogy mire fordítjuk a közös pénzünket. Mi nem most mondjuk először, de talán most már a magyar kormány számára is világossá válik, nincsen jobb helye a forrásoknak, mint az oktatás, a munka, és főleg az egészségügy. A következő hónapokban árgus szemmel fogjuk figyelni, hogy miért lobbizik zárt ajtók mögött a kormány. Hogy továbbra is leginkább saját maga gazdagítására szánná az EU-s pénzeket. Vagy belátja, hogy ideje fókuszt váltani, és a teljes nép boldogulását szolgálni. Úgy, ahogyan azt a Momentum az Európai Parlamenti kampányában mondta.